Ez a Kanizsa Televízió híradója pénteken. Jó napot kívánok, először a legfontosabbak egy-egy mondatban. Barangolás Zalában a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekei táboroztak Obornakon. Értékes kilométerek, több mint 1.200.000 forint gyűlt össze a kanizsai gyermekotthon javára. Hétfőn lejárnak, augusztus 1-től már csak az új 2 és 5 ezressel lehet fizetni. Ez a tartalom címszavakban, de ennél azért jóval több hírünk van. Erdélyi gyerekek táboroztak ezen a héten Obornakon, a Zalaerdő ZRT jóvoltából. A kisiskolásokból álló csoport bejárta egész Zala megyét, és a helyi természeti és kulturális értékekkel ismerkedett. Jön a következő. Marha! Nem marha, de felvasbik az jó volt, ügyes voltál. Pénteken az obornaki erdei iskolában töltött pár órát a 17 fős gyerekcsapat, amely élménydús napokon van túl. A Földművelésügyi Minisztériumtól kerestek meg bennünket, hogy a Dévai Szent Ferenc Alapítvány részéről érkeznének gyerekek hozzánk, és mi nagyon örültünk neki, hogy Erdélyből, nagyon messziről, Gyergyó, Ditróról érkeztek hozzánk gyerekek. Csömödérben, a csömödéri turista szállóban szállásoltuk el őket, és igyekeztünk nekik nagyon sokféle programot megmutatni. Az obornaki erdei iskolában a hangfelismerő táblák mellett a mezitlábas ösvényt is felkeresték a gyerekek, akik az elmúlt napokban számos újdonsággal ismerkedtek meg. A 11 éves Mezei Árpád Bence azt is elárulta, mi volt számára a legmeglepőbb élmény Zalában. Nem volt annyi hegy, és tölgyfa, meg ilyenek. Volt valami esetleg, ami nagyon megtetszett? Mert úgy tudom, hogy nagyon sok programotok volt, és nagyon sok fele jártatok. A strand. A gyerekek különösen lelkesedtek a strandolásért, mert szülőfalujuktól sokat kell utazni, amíg hasonló élményben lehet részük. Magyarországon még egyikük sem járt, de olyan is volt közöttük, aki az erdélyi település környékét sem hagyta el. Ez egy 5000-es lakossággal telt község, és elég jó fejlődő község most már, és a gyerekek hát nagyon szívesen jöttünk erre a kirándulásra, mivel vannak olyanok, akik most vannak először, és nagyon jól érezték magunkat. Az obornaki pihenést követően a gyerekek útra keltek, 900 kilométeres utazás várt rájuk hazáig, az erdélyi Gyergyó-Ditróig. Hatalmas sikerrel zárult a Lubics Szilvia amerikai futásához kapcsolódó jótékonysági akció. Az embert próbáló sivatagi erőpróba mind a 217 kilométerét megvehették a segíteni szándékozók. Az így összegyűlt pénzből a kanizsai gyermekotthonban építenek majd sportpályát. Erről is beszélt Lubics Szilvia azon a lentiben tartott sajtótájékoztatón, amelyen a halálvölgyi élményeiről mesélt. Elárulta, rövidesen bemutatják a Bad Water-ről készült filmet. De úgy gondoltam, hogy ez ne csak nekem legyen élmény, hanem ezzel tudjak adni másoknak is. Nekem nagyon jó kapcsolatom van a nagykanizsai gyermekotthonnal. Jó párszor voltam az ottani gyerekeknél, voltunk közösen versenyezni, kimentünk az ottani sportpályára, futottunk együtt, és ezek a gyerekek nagyon éhesek arra, hogy valaki törődjön velük és mozoghassanak. Így találtuk ki, hogy minden kilométeremet meg lehet vásárolni, és a vásárlásnak az lesz a célja, hogyha összegyűjtjük a pénzt arra, hogy egy sportpályát tudjunk építeni ezeknek a gyerekeknek, és ez abszolút sikeres volt, felülmúlta a várakozásokat, hál' Istennek az adakozó kedvű embereknek, és hát több mint 1.200.000 forintot sikerült összegyűjteni a gyermekotthon számára, és szeptemberben meg is kezdődnek majd a munkálatok az udvaron. Kutassunk egy kicsit a pénztárcánkban, hétfőig még fizethetünk a régi 2 és 5 ezres bankjegyekkel, augusztus 1-től viszont a kereskedők már nem kötelesek elfogadni azokat. Az új barna 2 ezres és a sárga 5 ezres korszerűbb és biztonságosabb, készpénz forgalomban elsősorban már csak ilyenekkel lehet találkozni. Azonban azoknak sem kell aggódniuk, akiknél maradt a régi címletekből. A forgalomból történő bevonás az nem jelenti ezeknek a bankjegyeknek az értékvesztését. Tehát akinél augusztusban, augusztus 1-én, vagy akár 1-2 év múlva is, bármikor is ilyen 2000 forintos vagy 5000 forintos előkerül, annak van lehetősége még további 3 évig a hitelintézetek
posták, illetve takarékszövetkezetek térítésmentesen cserélik ezeket a bankjegyeket az új változatúakra, a Magyar Nemzeti Bank pedig 20 évig, tehát bőségesen van idő arra, hogy esetleg nálunk ragadt ilyen régi bankjegyeket becseréljük. Kis híján tragédia lett a villanytűzhelyen felejtett ételből. Egy nagybagolai hegyi lakásban lángra kapott az őrizetlenül hagyott étel tegnap hajnalban, miközben a tulajdonos elaludt a másik szobában. A kanizsai tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően nem lett tragédia a figyelmetlenségből, a lángok nem terjedtek tovább a többi helyiségre. Hasonló esetek emberi gondatlanságból, feledékenységből megyeszerte történnek, és mint a katasztrófavédelem felhívja a figyelmet, ezek kis odafigyeléssel megelőzhetők. Az almatermés kétharmada léalma minőségű lesz az idén a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szerint. A termés mennyisége átlagosnak mondható, ami mintegy 550-600 ezer tonnát jelent országos szinten. A minőséget viszont rontották az áprilisi fagyok, és a jelenlegi viharos időjárás sem kedvez a gyümölcsnek. A hazai termelők árujának nagy része a magyar piacra kerül, hazánk ugyanis almából nem tekinthető jelentős exportőrnek. A délszláv dallamokat játszó Vujicic együttes lépett fel tegnap este az Erzsébet téren a Népek zenéje sorozat pódiumán. A 4 évtizede muzsikáló zenekar ismét meghódította a kanizsai publikumot. A közönség ismerősként üdvözölte a Vujicic együttest, amely többször is fellépett már Nagykanizsán. Zenekarunk repertoárjának nagy része magyarországi, tehát az, hogy délszláv, ez egy gyűjtő fogalom. Amióta ugye a 90-es évek elején kitört a délszláv népek között a háború, akkor már azóta ezt a fogalmat is vannak, akik szeretnék elkerülni, nagyon tudatosan és határozottan vallják, hogy szerb és horvát és szlovén és az összes nemzetiséget, de mi azt valljuk, amit Vujicic Tihamér névadónk vallott. Vagyis azt, hogy a kultúrák egymást gazdagítják. A Népek zenéje sorozat már tavaly is sikert aratott, az Erzsébet téri pódium a kultúrák találkozó helye lett. A hely adott, és milyen jó lenne nyáron a hétköznapi napokat is megszínesíteni azzal, hogy egy kis zenével, egy kis tánccal. És azon gondolkodtam, hogy igazából a Népek zenét kellene bemutatni, és meg volt egy-kettő olyan zenekar, akiket már ismertem, és tudtam, hogy nívós műsora vannak. A sorozatban jövő szerdán argentin estet tartanak az Erzsébet téren. A folytatásban sport. Nagyon kevésen múlott, hogy Molnár Flóra a középdöntőbe jusson 50 méter pillangón a budapesti vizes világbajnokságon. A kanizsai olimpikon az előfutamában 26,51 másodpercet teljesített, ami elmarad egyéni legjobbjától, a tavasszal felállított új magyar csúcstól. Azzal bekerült volna a legjobb 16 közé, így végül a 19. helyen zárta a Pille sprint távjának világbajnoki küzdelmeit. Flóra holnap is rajtkőre áll, főszámában 50 méteres gyorsúszásban tempózik majd. Megkezdődött a 12. Gömöri János Teke emlékverseny. A sportolók 3 napon keresztül gurítanak az olajbányász pályán, ifjúsági, amatőr és igazolt kategóriában. A kupára érkeztek csapatok Zalakarosról, Vonyarcvashegyről, Kaposvárról, Gellénházáról és Bázakeretjéről is. A házigazdák közül minden korosztály képviselteti magát, az ifik, a szeniorok és az MB2-es játékosok is megmérkőznek ellenfeleikkel. A versennyel Gömöri János emléke előtt tiszteleg a kanizsai tekés társadalom. A sörgyár néhai igazgatójának nagy szerepe volt a sporták helyi alapjainak megteremtésében. Neki volt köszönhető annak idején, hogy Magyarországon elsőként Nagykanizsán épült 4-sávos automata tekepálya. Ez volt a visszatért Kánikula pénteki híradója, de még mielőtt búcsúznánk, nézzük a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Barangolás Zalában a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekei táboroztak Obornakon. Értékes kilométerek, több mint 1.200.000 forint gyűlt össze a kanizsai gyermekotthon javára.
Hétfőn lejárnak, augusztus 1-től már csak az új 2 és 5 ezressel lehet fizetni. Ez volt a visszatért kánikula pénteki híradója. Vigyázzanak, ha napozni mennek a hétvégén. Jó pihenést, kellemes hétvégét kívánunk. Hétfőn 18 órától ismét várjuk Önöket a frissekkel. Viszontlátásra!